10792. Szaga is megvan. Szevasztok, srácok, és... Ó, várjál, felöltözök. Így, ni, most már sokkal jobb. Szóval, szevasztok, srácok, üdvözlök titeket újra itt nálam, ahol napi királyságos videók vannak, és ma öltözni fogunk. Igen, a Temuról én nagyon-nagyon régen már, hetek, hónapokkal ezelőtt, ugye rendeltem furcsa ruhákat, amiket nézők ajánlottak, sőt, a sült krumplis pólómat azt az egyik nézőnől egy videós találkozón láttam meg, és ő neki az anyukája mondta talán, hogy a Temuról van, úgyhogy mondtam is, hogy akkor mi is le fogjuk csekkolni. Erről ugye már láttatok a videót, külföldre is magammal vittem, és ott próbáltam fel ezeket a pólókat, de még maradt pár darab itthon, úgyhogy ezeket fogjuk megnézni. Mielőtt belevágunk, hagyd mondjam, és ezt mindig elmondom, hogy semmi közöm a Temuhoz, nem reklámoznak velem, nem fizetnek nekem, általánosságban 90%-ban mindig azt mondom, hogy a dolgok nem érik meg, és ne rendeljétek meg. Ezeket csak kifejezetten azért veszem, mert imádom az ilyen hülye pólókat, meg hülyeségeket. Úgyhogy vágjunk is bele. Kettő karcsi a kacsás is lesz, ahogy itt nézem. Az első, ez az a karcsis póló, ami Cartoon Duck Pattern 3700 forintért, és valami kacsás felirat van rajta. Úgyhogy nézzük meg ennek a minőségét, ennek az anyagát. Ugye, amik ilyen nagyon ruganyos műanyagból vannak, azokat nagyon nem ajánlom. És hát 90% hogy ez is az, mondjuk a címkéjében nincsen semmi, csak annyi, hogy L, mint large, de nézzük. Amúgy annyira nem is ruganyos. Most vagy valami baj van a szaglásomnak, de ennek semmi szaga az égett a világon. A színe kék, szerintem visszaadja a kamera, ahogy nézem, nagyon-nagyon sötét kék, és azt mondja, hogy Wir müssen sie sagen, nem? Kínába gyártódott értelemszerűen Navy Blue. Kinga kérdezi, hogy vidi. Hát írok neki, hogy épp most veszem fel. Szóval, erre nincsen szükségünk. Meg akarom keresni, hogy miből van. A belseje másféle, mint a külseje. Ezt én nem tudom, ez a kamerám visszaadja-e. De itt van, amit én kerestem. És 100% poliészter. Szóval egyáltalán nem ajánlom, hogy beleizzadjatok. Nagyon sok sportruházatnál is észreveszem, rendes nagymárkák sportruházatánál, hogy a műanyag, srácok, pamut, minimum pamut, lehet bambusz, meg karbonszáros, de pamut, nem nehéz, meg is pecintek egy tutti juice, ez nem pamut, ez alu, és isteni finom, kivisízű, egészségetekre. Kikóstolta már, írja le a komment szekcióba. Na, átvetkezem, jó? Ezt nem kell nézni. Csukjátok be a szemeteket. Amúgy az egész, hú, de lentre van a felirat. Az egész jó, hogy a belseje egy picit más anyagból van, mert így annyira nem csúszkálós, de ez a poliészter anyag borzalmas, és tudom, hogy nagyon-nagyon sok, például focimez ebből van, srácok. Rettenetesen kiütéses, pattanás, sososak lesztek ettől. Azt mondja, hogy van rajta egy kacsa, és az van ráírva, hogy I don't give a duck. Amúgy jó pofa, méretügyileg is. Én általánosságban MS, L-es pólókat hordok, ennek egy kicsit rossz helyen van a válla, de az anyaga borzom. Nem, én nem értem ezt. 3000 forint, nem rossz. A Tutti Shopon például van olyan pólunk, ami 2499 és 100% pamut, hát olcsóbb. Viszont nincs rajta ilyen kacsa, csak Király Tutti Zsúzos logó. Ez rá van vasalva, ahogy nézem, ez a felirat, tehát alá még egy kicsit jobban be is tudsz izzadni, de legalább belülről annyira nem érezhető. És nézzük a gyűrődését. Egész jól kirúgja magát, ettől függetlenül még egyszer, így én ezt itthon fogom hordani, arra teljesen rendben van, azért itthon nem szoktam általánosságban annyit izzadni, csak max nyáron. Így jó, de sportolni, szaladni, biciklizni, stb. Egyáltalán nem ajánlom ezeket a pólókat, de azért 3700-ért sajnos a mai világban már oly annyira nem vészes ár. Na nem rossz, akkor azt mondom, hogy 5 pontból adok rá 2 és felett 3-at. Jó, egyáltalán nem rossz, de nem is a legjobb. Nézzük a következőnket, ami szintén egy póló, és így ebben a videóban lesz nadrág is, ha jól emlékszem. Ez egy kutyusos. Crewneck Funny Dog and Fist. Vicces kutya és ököl.
nem tudom ez a kettő hogy kapcsolódik össze, 3816 forint, tehát ez drágább, szürke és szintén elles, anyaga pedig más a zacskója, ezen nagyon nincs felirat, az anyaga, ú, na erről beszélek, ez a nagyon elasztikus nyúlós anyag, pedig amúgy ez egyen jobbnak tűnik, na nézzük. Ennek a nyakába semmi nincsen belérve az ég egyött a világon. Itt van a dog és a fist. Azt nézem, hogy olyan, mint hogy ez is vasalt lenne. Pólóknak az ilyen mintázása az annyira nem értek. Azt tudom, hogy a, például a, amit mutattam pólót, az szitázva van. Mély szitázva vagy micsoda. Mi ebben nincsen? Azért mondom, az kötelező. Azt mondja, hogy 95% poliészter, és azért éreztetem egy picit jobban, meg azért ennyien nyugonyos, mert elasztán is van benne. Ezt 30 Celsius fokon, mint a másikat is lehet mosdani. Átvetkezem. Csukjátok be szemeteket. Amúgy kifejezetten jó, hogy ennek belül más anyaga van. Tehát így annyira nem elviseltetlen. Jaj, de nem szeretem az ilyen elasztikus pólókat. Na, amúgy jó a szín. Figyelj, ez még lehet, hogy annyira nem is vészesenek. Jó helyen van a válla, ahogy nézem. Ugye annyira nem is feszül, viszont ez belül is annyira csúszós, mint kívül, tehát nincs anyagbeli különbség belül-kívül. De aranyos ez a minta. Meg kell adni. 3800 megint nem egy általános mindennapos szaladgálós pólónak, de egy otthoni pólónak tök jó pofa, vagy akár télen, amikor annyira nem izzadsz bele. Tudom, hogy gusztustalan folyamatosan izzadásról beszélek, de higgyeljtek el, főleg tiniként tudom, hogy amikor a foci mezett 100% poliészter, azt nyáron ilyen nagy vörös kiütéses leszel tőlem, hogy viszketsz. Biztos van, aki egyáltalán nem éli ezt át, de biztos van, aki ezt átéli. Ettől függetlenül rengeteg ruha. Igen? Jó pofa, aranyos. Ezerszer jobb minőségűnek hat, mint a karcsis. Ugyanis itt a minta sokkal, tehát nem egy nagy plecsni rajta, hanem egy tök aranyos kis minta, ettől függetlenül ez egy labrador kutyus, meg egy ököl. 3800-ért én megint azt mondom, hogy ez egy 3-as. 5-ből egy erős 3-as. Kényelmes. Még lehet, hogy videóban is fogtok benne látni. Következő, szerintem a legepikebb lesz a videóban. Ahogy nézem, ez egy nadrág is. Cartoon Duck All Over Print. 10.792, nem tudom, nadrág és pulcsi együtt, na átvetkezem, jövök mindjárt. Majdnem 11.000 forint. Nem őt átvetkezem. Puh, de ez olyan műanyag. Szaga is megvan. Jó, a nyakába ennek sincsen semmi, és nagyon átlátszó. Ettől függetlenül rohadt jól néz ki. Full karcsi minta. Na, itt van. 100% poliészter, úgy ahogy mondtam, 30 fokon mosható. A nadrág, és van nadrág is. Úristen. Gondolom szintén, így van. Na, vetkezzünk. Na hát hallod, attól függetlenül, hogy rettenetesen büdös, és mindenféleképpen kikül mosni. Fantasztikus. Fantasztikus. Nézd meg. Nadrág full, mint valami bolond. Elmegy gyógyintézet, Gergő. Óriási nagy ez a kapucni. Nem tudom, látjátok-e, pedig ez az elles póló, de itt még egy fej simán beférne. És ez pedig... Nem tudom. Én lehetek a Sith nagy úr benne. Nagyon műanyag, nagyon büdös. 11.000 forint, de én, mint epic karcsi a kacsarajongó, szerintem... Azért... Úristen. És alatta van még a labradoros póló is. Extrém műanyagnak érzem magam. Döntsétek el ti. Döntsétek el ti, hogy mennyire vagyok cringe ebbe a szerelésbe vagy sem. 11.000-ért soknak tartom, mivel hogy ez egy nagyon-nagyon vékony pulóver, és egy nagyon-nagyon vékony nadrág. Ettől függetlenül karcsi. Na és akkor nézzük a mai videó utolsóját, amire ügyesen rámentem a székkel, csak kortyolunk tuttit. Ez nem tudom mi lesz. Ó, naci. Ó, ez az a tech fleece nadrá... Erről nekem mindig zsomac jut eszembe. Megkérdezzétek, hogy miért. Ez 7155 forintos tech fleece Halloween men. Ne kérdezz, miért Halloween. Szóval vannak rajta mindenféle ilyen csattok, meg minden. Kíváncsi vagyok, hogy rám jön-e. Ennek anyaga 100% poliészter.
És akkor felcsapom ehhez a karcsis pulcsihoz. Na! Hát figyelj, jó rám! Elég érdekes, ettől függetlenül menőnek érzem benne magam, hogy lóg rajta innen minden. Nem értem miért, szóval miért jó ez, de ettől függetlenül jó rám. Furcsa az anyaga. Figyelj, nem rossz, sokkal rosszabbra és kényelmetlenebbre számítottam. Úgyhogy srácok, ennyi volt ez a Temu ruha, hol nem ajánlom, hogy a Temuról sokszor, tehát hogy sok ruhátokat vegyél. Most nézem, hogy a varrás rajta, az csak oda van nyomtatva, de nem hímzés van rajta. Még egyszer mondom, ettől függetlenül egy H&M-ben, Resort-ben, vagy mit tudom én, milyen ruhaüzletekbe szoktak az emberek járni, simán lehet ennyi pénzért jobb minőségű ruhákat szerezni, de ilyen karcsi szettet sajnos biztos, hogy nem, úgyhogy ha kifejezetten van valami, amire vágysz, akkor a neten, nem csak a Temun, rengeteg helyen megtalálsz ilyen hülyeségeket. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, remélem jól érezted magad, bohóckodtam egy kicsit hülye ruhákba, de ez a karcsi szett szerintem nagyon menő. Írd le, hogy neked melyik a kedvenced ezek közül, és melyiket vennéd fel. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, ne felejtsd el, ha tetszett a videó, like, ha nem, dislike, ezzel érezmény nyugodtan, az isteni tutti frutti ízű üdítő italok, amik mindig jól néznek ki, legyenek veletek. Na, szevasztok!